Jó reggelt kívánok, kedves nézőink! Folytatódik a szokatlanul meleg időjárás, bár az előző napokhoz hasonló napi melegrekord nem valószínű, hogy ma megdől, de a naposabb részeken 10 fok feletti is lehet a hőmérséklet, mert hogy lesz részünk napsütésben is. A réteg felhőzet zsugorodik, javulnak a látási viszonyok, és ma országszerte több-kevesebb napsütés ígérkezik. Délután észak felől növekszik meg ismételten a felhőzet, de csapadék nem számottevő mennyiségben az esti órákban lehet, főleg az északi tájakon. És estére élénkülhet meg a szél, 8-13 fok között valószínű a legmagasabb érték, a tartósabban, borongósabb részeken lehet ennél hűvösebb a délután. És a folytatásban is maradnak a magas maximumok, de csütörtökön érkezik egy hidegfront, amelynek majd azt köszönhetjük, hogy megszűnik a párásság és a köd, felszakadozik egyre többfelé a felhőzet, nem lesz nyírkos az időjárás, és a folytatásban is valószínű több-kevesebb napsütés, nem lesz jelentősebb mennyiségben csapadék sem, a hőmérséklet a délutáni órákban is csak lassan csökken, míg a hét legvégén is lesznek néhány helyen 10 fok feletti maximumértékek. Szép napot kívánok mindenkinek, viszontlátásra!